Nagy tisztelettel köszöntöm a sajtó képviselőt és a sajtón keresztül a lakosságot. Mai sajtótájékoztatónkra azért kerül sor, mert a kormány és a parlament jelentős döntéseket hozott, amelyek döntően befolyásolják a lakosság életét a következő esztendőben. A legfontosabb döntés, hogy a kormány megállapodott a szociális partnerekkel, és a jövő esztendőben jelentős minimálbér és szakmunkás minimálbér emelés következik be, amelynek következtében reményeink szerint minden egyes területen emelkedni fognak a dolgozói bérek. Mint tudják, amikor 2010-ben az Orbán kormány átvette az ország irányítását, akkor a minimálbér 73.500 forint volt, ma ez 110.000 forint, és jövőre ez emelkedik 127.500 forintra, ez az idei esztendőhöz képest a jövő évi minimálbér emelés 15%-os béremelés. Ez egy 6 éves megállapodásnak köszönhető, 6 évre állapodtak meg előre a szociális partnerek, és nem csak a béremelés mértéke van ebben benne, hanem ez tartalmazza azt is, hogy a munkáltatói járulékot, a munkáltatói adót, azt jövőre 5% ponttal csökkentjük, a 2018-ban pedig 2%-kal, de amennyiben a versenyszférában a bérek megfelelő mértékben, nagyobb mértékben emelkednek, akkor még 0,5% ponttal csökkenni fognak a munkáltatói járulékok. Azt gondolom, hogy ez jelentős mind a munkáltatóknak, mind a lakosságnak. A szakmunkásbér az 2010-ben 89.500 forint volt, ez 2018-ra 180.500 forint lesz, a jövő esztendőben pedig 161.250 forint. Ez egy 25%-os bérnövekvény, ami a 2016-ról 2017-re vonatkozik. Ilyen mértékű minimálbéremelés nem volt az első Orbán kormány időszaka óta. Azt gondolom, hogy a magyar emberek az elmúlt 6 esztendőben nagyon sokat tettek azért, hogy ezt a lépést most meghozhassa a kormány. Természetesen nem csak a béreket emeljük, hanem, mint mondtam, adócsökkentés is történt, nem csak a járulékokat csökkentjük jövőre 5% ponttal, de a 6 éves bérmegállapodásnak az is része, hogy a társasági nyereségadót azt 9%-ban egységesíti a kormány, az eddigi kisvállalkozások vonatkozó 10%-ot 9-re, és a 19%-os nagyobb cégekre vonatkozót is 9%-ban egységesíti, ezzel megteremtve azt, hogy Európa egyik legkisebb társasági nyereségadóját érjük el, és a magyar versenyképességet nagy mértékben növeljük ezzel. Ugye mondtam, hogy a magyar emberek munkájának köszönhető ez, amit az elmúlt 6 évben végeztek, hogy a gazdaság állapota, azt is mondhatnánk, hogy olyan jó, de legalábbis olyan, annyira jó állapotba került, hogy ezeket a lépéseket meg tudta hozni a kormány. Sok-sok munka van mögötte, sok millió ember munkája van mögötte, és én úgy gondolom, hogy ezért köszönet jár mindenkinek. Azon kell dolgoznunk tovább, hogy a gazdasági növekedés elérje a 4-5%-ot, ezek a lépések afelé segítik a gazdaságot, és ennek köszönhetően újabb és újabb béremeléseket tudjunk elvégezni azért, hogy minél hamarabb legalább a közép-európai átlagot el tudjuk érni. Természetesen nem csak a minimálbér emeléssel foglalkozott a kormány, hiszen az elmúlt esztendőkben több életpályamodellt is bevezettünk, ugye kezdtük a tanárokkal, utána a rendvédelmi dolgozókkal, az orvosokkal, és ezeken a területeken is tovább lépések vannak, ugye a szociális területen is béremelést hajtunk végre, de ami nagyon jó hír, hogy jövő esztendőben a kulturális dolgozók, akik már elég régóta várják, hogy az ő bérüknek is rendezése történjék, egy 15%-os bérpótlékot kapnak az alapfizetésükre, ami fizetési kategóriától függően 10-55.000 forintos béremelkedést jelent nekik havonta. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó dolog.
az egészségügyben sem állt le a bérrendezés. Két év alatt az ápolók fizetése 65%-kal fog emelkedni, még a szakorvosoké két év alatt 207 ezer forinttal. Ez az a politika, amellyel szeretnénk elérni azt, hogy a szakorvosok, a szakemberek, a fiatalok ne más országban keressenek maguknak munkát, hanem itthon próbáljanak meg boldogulni. Azt gondolom, hogy Magyarországon eljött az az idő, amikor már megéri dolgozni azért a pénzért, amit itt fizetnek, megéri munkából élni, és nem éri meg segélyből élni. Ez egy nagyon fontos dolog, hiszen a kormányunk filozófiája az volt a kezdetek óta, hogy ne segélyből akarjanak az emberek élni, hanem munkából akarjanak élni. Kedden volt a parlamentben egy vitanap pontosan arról, hogy ma már, miután a munkanélküliséget sikerült 5% alá csökkenteni, gyakorlatilag hiány szakmák keletkeztek, gyakorlatilag vannak olyan munkahelyek, ahol folyamatosan keresik a munkaerőt. Ez itt a mi környezetünkben is előfordul. Azt tudom mondani, hogy ezzel a béremeléssel reményeink szerint el tudjuk azt érni, hogy a most az iskolákban végző fiatalok olyan szakmákat választanak, amelyekkel ezeket a hiány szakmákat, ezeket a munkahelyeket is fel lehet tölteni. Én örülök neki, hogy megszületett a 6 éves bérmegállapodás, és annak is, hogy az állami szférában is lassan minden területen nagyobb mértékű béremelést tudtunk elérni. Azt gondolom, hogy ezzel a minimál béremeléssel és a bérmegállapodással, illetve az állami szférában történt béremelésekkel teljesül az az ígéret, amit én 2014-ben tettem, hiszen én azt vállaltam, hogy azt szeretném elérni, hogy 2018-ra minden egyes magyar ember elmondhassa magáról, hogy lépett egyet előre. Azt gondolom, hogy a mostani intézkedéseknek köszönhetően mindenki lépni fog egyet előre. Ráadásul a minimálbér emelése az miniszterelnök úr bejelentése szerint magával fogja hozni azt is, hogy a nyugdíjak nem 0,9%-kal, hanem 1% fölött fognak emelkedni. Ez azt gondolom, hogy valamelyest jó hír a nyugdíjasoknak is, hiszen a nyugdíjak reál értékét azt megígértük, hogy megőrizzük, és az elmúlt esztendőkben nem csak hogy megőriztük, hanem mindig infláció felett tudtuk emelni a nyugdíjakat. Örülök neki, hogy ezeket a jó híreket elmondhattam a sajtó képviselőinek. Bízom benne, hogy sok ilyen jó hírt jelenthetek be még a következő időszakban, nem csak béremelésekről, hanem fejlesztésekről is. Kérdezem, hogy van-e kérdése a sajtóképviselőinek? Nekem lenne egy képviselő úr, ugye nem csatlakozik, nem kapcsolódik a sajtótájékoztató témájához, de az elmúlt napokban a Jobbik arról kommunikált országos és helyi szinten is, hogy Csányi Tamás jobbikos politikus mezőtúri sajtótájékoztatóján, hogy a Fidesz helyett a Jobbik az, aki ténylegesen szeretné megvédeni az országot a migrációs nyomástól. Ön szerint van bármilyen felhatalmazása és jogalapja, vagy tényleges szándéka a radikális pártnak ellen? Nézzék, azt tudom mondani, hogy én minden egyes törvényt, ami arra vonatkozott, hogy a magyarságot, a magyar nemzetet megvédjük az illegális bevándorlóktól, azt megszavaztam. A jobbikosok nem szavazták meg. Innestől kezdve azt gondolom, hogy nem ők vannak a jó oldalon. Ők kezdeményezték annak idején a népszavazást, amikor a kormány azt mondta, hogy jó, akkor legyen népszavazás, akkor rögtön alaptörvénymódosítást akartak. Amikor a népszavazás után, amikor több mint 3.300.000 ember azt mondta, hogy nem kérnek a kvótákból, nem kérnek a ránk telepített illegális bevándorlókból, akkor egy indokot keresett a Jobbik, hogy ne kelljen megszavazni az alaptörvényt. Hiszen egy olyan gazdasági kérdéssel akarta összekötni az alaptörvény megszavazását, zsarolta a kormányt, amely gazdasági kérdésben egyébként már tavasz óta folyik a hatásvizsgálat, és valószínűsíthetően döntések fognak születni még ebben az esztendőben, de mindenképpen semmi köze nincs sem az illegális bevándorlás kérdéséhez, sem a brüsszeli kötelező kvóták kérdéséhez. A Jobbik álláspontja azért is furcsa, mert a
A népszavazásra, ha visszaemlékeznek még a lakosok, a népszavazási kampányban nem találkozhattunk jobbikos politikusokkal, akik arra biztatták az embereket, hogy vegyenek részt a népszavazáson, és utasítsák el a kötelező kvótákat. Én azt gondolom, hogy akár a mezőtúriak, akár a körzetben élők velem mindig találkozhattak, mindig láthatták, hogy én és a fideszesek, KDNP-sek ott vagyunk az utcákon, mindenkivel próbálunk beszélni, és mindenkit arra biztatunk, hogy vegyen részt a népszavazáson, és utasítsa el a kvótákat. Sőt, a mi körzetünk azon kevés kivételes körzet közé tartozott, ahol minden település polgármestere aláírt egy nyilatkozatot, és kérte, hogy menjenek el az emberek, és szavazzanak nemmel a kötelező betelepítésre. Ezzel szemben jobbikos politikusokat, köztük Csányi Tamást, egyszer sem láttuk az utcán, egyszer sem standolt a körzetünkben, és emlékezeteim szerint még sajtótájékoztatót sem tartott arról, hogy kérem szépen menjenek el az emberek és szavazzanak nemmel. Azt gondolom, hogy ők akkor mondanák joggal azt, hogy a magyar emberek érdekeit képviselik és meg akarják védeni a magyar embereket az illegális bevándorlóktól, hogyha komolyan részt vettek volna a népszavazási kampányban, ha ott lettek volna az utcákon, ha sajtótájékoztatókat tartottak volna, ha kiadványokat adtak volna ki. Tudom, a kiadványokra azt mondhatják, hogy a kiadványokra sokba kerülnek, és a Jobbiknak nincs rá pénze. De az, hogy kint legyenek az utcán, kint legyenek a piacokon, vagy sajtótájékoztatót tartsanak, az nem kerül pénzbe. Az akarat kérdése. És ez az akarat nem volt meg sem Csányi Tamásban, mint a Jobbik megye elnökében, sem egyébként a Jobbik vezetésében. Nem a Jobbik tagjaiban nem volt meg, a mezőtúri egyszerű jobbikosokban. Ők valószínűsíthetően elmentek egyébként, sőt én találkoztam olyanokkal, akik maguk is érthetetlennek tartották, hogy miért nem kampányolnak. De hát azt mondták nekik, hogy nem kell kampányolni. Mert a Jobbik nem abban volt érdekelt, hogy eredményes és érvényes és eredményes legyen a népszavazás. Politikai céljaira próbálta használni. Utána jött az alaptörvény módosítás, amelyre született egy ötpárti megegyezés egy szövegről, hangsúlyozom, ötpárti megegyezés a szövegről, a miniszterelnök úr nyújtott be egy szövegtervezetet, erre született egy ötpárti, illetve nem teljesen ötpárti, ugye, mert voltak, akik kivonultak, de akik ott voltak pártok, az LMP, a KDNP, a Fidesz és a Jobbik, azok mind egyetértettek azzal, hogy ez a megállapodás szövege az első betűtől az utolsó betűig így tökéletes. Ez megszületett. Majd eljött a szavazás ideje, és a Jobbik azzal az indokkal, hogy a letelepedési kötvény vonja vissza a kormány, amit még egyszer mondom, egyébként tavasz óta vizsgál és tervez átalakítani, kivonni a piacról. Ezt, ha nem vonja vissza a szavazás előtt, akkor ők nem szavazzák meg. Erre mondta Vona Gábor egyébként pár hónappal azelőtt, hogy egyébként aki nem szavazza meg az alaptörvény módosítását, az hazárló. Hát kérem szépen, saját magáról mondott értékítéletet. Tehát azt tudom mondani, hogy az, hogy utána fölébredtek talán a saját tagságuk nyomására, és beadtak egy olyan alaptörvény módosítást, ami egyébként megegyezik a pártok által megegyezett szöveggel, csak hozzátettek még egy mondatot, amiről alkotmány jogász nyilatkozatát olvastam tegnap, hogy egyébként tönketenni a magyar gazdaságot, mert gyakorlatilag minden olyan harmadik országbeli embert kitiltana ebből az országból, aki vízummal jön az országba. Mert hogy az fizet a vízumért. Nem én mondom, én nem vagyok jogász, egy alkotmány jogász nyilatkozatát mondom, aki tegnap, ha jól emlékszem, a Magyar Hírlapban nyilatkozta ezt. Ráadásul, ha annyira akarta a Jobbik ezt, akkor miért nem szavazta meg akkor, amikor ott volt az alaptörvénymódosítás? Azt gondolom, hogy későn ébredtek, politikai hetz kampányt kívánnak csinálni ebből. Ráadásul azt kell mondjam, hogy ha most be is kerülne a parlament elé ez, tegyük fel, hogy bekerül a parlament elé. Mi a garancia rá, hogy most a Jobbik frakció meg fogja szavazni? Szerintem semmi. Hiszen az eredeti alaptörvény módosítást, aminek egyetértettek a szövegével, azt sem szavazták meg. Márpedig a magyar parlament azt gondolom, hogy nem egy játszótér. Azért én azt gondolom, hogy ott komoly
problémákról, komoly ügyekről döntünk, komoly törvényeket hozunk. Nem mindig tökéleteset, de komoly törvényeket hozunk. Ez nem arról szól, hogy hát kicsit így szavazok, aztán hozzuk vissza, majd amúgy szavazok, tehát ilyen játszunk, mert most a politikai érdekünk úgy kívánják. Az alaptörvényről volt egy szavazás, a Jobbik egyetértett a szöveggel, a módosít meg is szavazta ezt az egységes szöveget, csak a végszavazásnál nem volt hajlandó gombot nyomni, úgy, ahogy nem nyomott gombot egyébként Gyurcsány Ferenc, és nem nyomott gombot a szocialista párt. Azaz, ők egy koalícióba kerültek Gyurcsány Ferenccel és a szocialista párttal. Ez az igazság. Vona Gábor ma már nem a radikális jobboldali és nemzeti gondolkodású szavazókra hajt, hanem Vona Gábor és a Jobbik vezetése ma már a baloldali szavazókra hajt. Ez történt, elárultak 3.300.000 embert, most utólag kapkodnak. Én azt gondolom, hogy a kormány, a Fidesz és a KDNP frakció meg fogja védeni a magyar embereket, teljesíteni fogja a 3.300.000 embernek az akaratát, és nem fogja megengedni, hogy Magyarországra akár kötelező kvóták alapján, akár másmilyen módon illegális bevándorlókat telepítsenek be. Ami pedig a letelepedési kötvényt illeti, ebben azt gondolom, hogy a magyar kormány kellő időben hozni fog egy döntést, amelyet, hogyha szükséges, akkor a parlament is szentesíteni fog. Ez egy gazdasági kérdés, és nem összeköthető az illegális bevándorlás kérdésével. Én már egy másik sajtótájékoztatón is elmondtam, hogy ha nagyon úgy nézzük, hogy ők mindentől meg akarják védeni mindenféle idejövő, harmadik országbeli idejövő veszélytől meg akarják védeni az magyar embereket, akkor el kell gondolkodni azon, hogy mi lesz a Magyarországon tanuló egyetemistákkal. Ugyanis 5 évig legalább itt vannak az országban. És ők nem esnek át olyan vizsgálatokon, mint amelyen mondjuk átesik egy ilyen letelepedési kötvény is. Biztonságvizsgálatokon. Úgyhogy végezetül még annyit szeretnék erre mondani, tehát mi, én személy szerint is mindent elkövettünk azért, hogy megvédjük a magyar embereket. 3.300.000 ember egységes akarata fejezte ki, ami soha nem történt még meg, hogy nem kérnek a kötelező kvótákból, nem kérnek az illegális bevándorlók Magyarország telepítésétől. Sajnos ez a Jobbik frakciónak, a Jobbik vezetésének nem tetszett, úgy látszik, nem álltak ezeknek az embereknek az oldalára, a szocialistákkal, a DK-sokkal, az LMP-sekkel és a liberálisokkal együtt szavaztak, illetve együtt nem szavaztak, így nem tudtuk elfogadni az alaptörvény módosítását, de az alaptörvény módosításától függetlenül is meg fogjuk védeni Magyarországot az illegális bevándorlóktól. A Jobbik frakció pedig újabb politikai akciókat fog, biztos vagyok benne, kitalálni. Azt tudom mondani erre, hogy még Csányi úr, Vona úrral Mezőtron irodát ad át, addig mi építjük az országot, mi utakat adunk át, felújított utakat, ami sokkal fontosabb, azt gondolom. Nem pártirodákat kell építeni, nem pártirodákat kell átadni, hanem az országot kell építeni. Magyarország kormánya a Fidesz-KDNP frakció képviselőivel az országot építi, az országba utakat adunk át, felújított könyvtárakat adunk át, mint itt ma is Mezőtúron, és nem pártirodákat, mint a Jobbik. Mi az országot szolgáljuk, a Jobbik pedig a politikai érdekeit. Köszönöm szépen. Van-e még kérdés? Köszönöm szépen a sajtó képviselőnek, hogy megjelentek.